Az anyahajó egy közösség, aminek nincs igazából közös feltétele, vagy ilyen közös pontja, annyi a közös, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a közösség erejét. Az anyahajó egy helyi közösség, kisgyermekes anyák alkotják, olyanok tulajdonképpen, mint amilyen én is vagyok. Az anyahajó egy olyan hely, ahol senkit nem rakunk ki, ahol elfogadjuk egymást, és megértő közegre találhat az, aki idejön. Nagyon fontos volt számomra, amikor ennek a közösségnek a tagja lettem, és részese lettem a programoknak, hogy ide bármivel jöhettem. Ide jöhettem panasszal, fájdalommal, nehézséggel, nehéz élethelyzettel. Itt mindenki azt mondta, hogy igen, itt a helyed. Hogy mi nekem az anyahajó? Kapcsolódás, kikapcsolódás. Akár legyek egyedül, akár a gyerkőccel. Nekem is és neki is. Az anyahajó egy nyitott és megtartó közösség, nagyon hasznosnak tartom. Ismeretlenül is rengeteg segítséget nyújtottak nekünk, és nekik köszönhetem azt, hogy hamar belejöttem a szülőségbe. Társaságot nyújtottak már a kezdetektől, és emiatt sikerült egy olyan jókedvű és vidám szinten megélni akár az első hónapokat, ami máshogy nem ment volna. Rengeteget tanultam tőlük. Az anyahajó egy nagyszerű hely. Kisgyerekes anyák nyújtanak itt társas támaszt egymásnak, pótolva azt a hiányt, ami a megtartó családi és közösségi helyek hiányából ered. Azért különleges, mert én is feltöltődöm, és jól érzem magam, és nagyon élvezem, hogyha bármit csinálhatok itt együtt a többiekkel, és tud velem jönni a kislányom is, mind a kettő, és ő is élvezik, és ez nagyon feltöltő mindannyiunknak. Legesnek az anyahajóba, hogy nagyon őszinték vagyunk egymással, olyannal is, akivel még nem találkoztam, csak láttam egy programon, jövünk a buszmegállótól együtt, és nincsenek ezek a felvezetési körök, ezek a távolságtartások, meg hogy valami külső képet kellene mutatni, hanem ami foglalkoztat, ami problémánk van, vagy örömünk van, azt azonnal meg tudjuk beszélni. Nagyon szeretek ebbe a közösségbe tartozni, mert teljesen önazonos tudok itt lenni. A gomatálat nagyon fontosnak tartom, amit idehoztatok a lakótelepre, mert az egy közösségépítésnek is, és egy segítő dolognak is nagyon fontos. És azt szeretem benne, hogy adni és kapni egyaránt lehet, és ez ebben a közösségben eléggé egyértelmű. Azért különleges, mert azon túl, hogy itt az anyák feltöltődnek, egymással beszélgetnek, fantasztikus programokat szerveznek, és azon részt vesznek, a kicsi gyerekek az anyjuk közelségében szokhatják a társas létet, azok annak örömeit és bánatait, és így könnyebben tudnak betagozódni bölcsödébe, óvodába, iskolába. És nagyon fontosnak tartom még azt, hogy itt nem csak a kisgyerekes anyák, hanem még a várandósok is találnak maguknak programot, szülésfelkészítéssel és a szoptatós klubon való részvétellel tudnak készülni az anyaságra. A különlegessége az anyahajónak azt hiszem az, hogy ez egy alulról szerveződő közösség, ahol a cél a közösség, és nem a programok feltétlenül. Nagyon jó programok vannak természetesen, és nagyon jó szakmai előadásokat, beszélgetéseket hallhatunk itt, de nem feltétlenül az a cél, hanem inkább az érzékenyítés. Itt az a fontos, hogy legyenek társak, legyenek sorstársaink, legyenek barátaink, hogy ebbe az élethelyzetben, ami eléggé kivételezett és vissza nem térő az életünkben, az anyaságnak az első évei, abban találjunk olyan társakra, akik segíteni tudnak nekünk praktikus segítséggel, lelki támasszal, komatállal, ha arról van szó, és számomra is ez a legkomolyabb haszna, és amit a legjobban szeretek az anyahajóban, hogy
itt mindig találok olyan embereket, akikkel tudok beszélgetni, el tudom mondani, hogy milyen jó vagy rossz dolog történt, és annyira jó együtt lenni. Igen, az anyahajó egy közösség, egy társaság, egy megtartó erő. Igazából egy falu, nem? Igen, valami. Tehát azt mondják, egy gyerekneveléséhez egy falu kell. Itt egy kis falu van. Igaz, hogy nagy rész nőkből áll, de ahhoz az apáknak a háttérországot meg kell adni. Igen, hogy tudjunk jönni. Így van. Hogy miben különleges? Megtart, elfogad. Mindenki, amilyen lelki világgal ide érkezik, utána feltöltődve vidáman tud távozni, hiszen elfogadjuk egymást, támogatjuk egymást, próbáljuk megismerni egymást és segíteni egymást. Ebben különleges szerintem az anyahajó. A kedvenc programom jelenleg a könyvklub. Az, nagyon szeretem ezt a programot, aminek jelenleg én vagyok a háziasszonya. 6 éve csináljuk, egy másik anyahajós társammal kezdtük el, és úgy kezdődött az egész, hogy mindig olvastunk, de mindig egyedül, és akkor egyszer rájöttünk, hogy merne hangolhatnánk össze azt, hogy mit olvasunk, és akkor adjunk neki nevet, legyen könyvklub, és egyre többen csatlakoztak, és ez végül is úgy néz ki, hogy telefonon, éjszaka, szoptatás mellett, buszon, főzés közben, akárhol olvasunk, tehát végestelen végig. Kedvenc programunk? Nagyon-nagyon különleges program volt az anyaregény, amit én nagyon-nagyon szerettem, vagy a kapcsolódó nevelés tanfolyamok, de nagyon-nagyon kedvenc programunk a szabad kikötő is, amikor idejöhetünk, szabadon lehet játszani, garázdálkodni, mi pedig beszélgethetünk, és egy kicsit jól érezhetjük magunkat együtt anyukák. A szoptatás támogató Baba-Mama Klub, és a kedvelem a Petrának az olvasók körét is, bár jóval kevésbé tudok azon részt venni. Rengeteg olyan programunk van, ami kifejezetten önismereti témájú, és mindezt úgy szervezzük, hogy a tagjaink szívesen csinálják. Az anyahajó az kifejezetten az anyákról szól. Saját magunknak csinálunk programot, a saját fejlődésünk és jóllétünk érdekében, ami aztán majd kihat a családunk jóllétére. Most ne a gyerekeket foglaljuk le, hanem ők majd lefoglalják igen, egymást. Ők lefoglalják egymást, megtalálják a biztonságos térben a helyüket. Mi meg csinálhatunk, kikapcsolódhatunk, egy kis én időt kapunk. Egy kis beszélgetést, jó szót, felnőtt beszélgetést kapunk, ugye? Így van. Sok-sok felnőtt beszélgetést. Ámen. A kedvencem az egyrészt a könyvklub, rengeteget kaptam tőle, a közös olvasmányoktól, meg azoktól a beszélgetésektől, amik alatt megbeszéltük, és imádom, amit a kommunikációs csapattal csinálunk. Kitalálunk valamit, összedugjuk a fejünket, megcsináljuk, lesz egy eredménye, és közben élvezzük is, amit csinálunk. Nagyon, nagyon szeretem a programokat, de az egyik kedvencem, főleg az elején a szabad kikötő volt. Mindig volt egy téma, amit körbejártunk. Mindig volt, aki éppen hasonló cipőben járt, és igen jó társaságot nyújtottak a többiek altatás közben.